Néhány perccel ezelőtt ért véget a Csík zenekar koncertjét Moson-Magyaróváron. Több mint 5000-en voltak kíváncsiak a zenekarra, ami 5 óra után fél hatkor kezdte a koncertjét. Hát valószínűleg nem ez volt a legnagyobb koncert, de Moson-Magyaróváron biztos, hogy jelentős számú nézősereget vonzott az együttes. 27 év, hát a fociban azt mondják, hogy gombozból is sok, de egy zenekarnál is gondolom, hogy 27 esztendő színvonalasan játszani, azért az egy nagy feladat és egy nagy kihívás, jól gondolom? 27 év, ez valóban nagy dolog egy zenekar életében. Hát még az elején azért nem olyan ügyesen színvonalasan játszik az ember, hiszen be kell tanulni, ezt meg kell azért. Tehát igazándiból az igyekezet, a jó szándék az, ami nagyon fontos, az igényesség, a minőségre való törekvés az, ami nagyon fontos, és nem baj, ha jó zenei ötlete, illetve jó kollégái vannak az embernek, hiszen a 27 év alatt azért voltak személyi változások, kivéve az utóbbi 10 évet. Mert 10 év óta együtt vagyunk, és azt hiszem ez a legszerencsésebb összeállítás. A honlapon olvasható, hogy olyan, mint a szerelem, gyötrelmes, gyönyörű. Igen, ezt jó magam fogalmaztam meg így. Én azt hiszem, mindenkinek az élete ilyen. Vannak nehézségek és vannak boldog pillanatok. Ki hogyan éli meg? Én azt hiszem, hogy a mi esetünkben, főleg az én esetemben, az a fajta ügyszeretet, az a fajta tisztelet, egyfajta alázat, ami azért a dologhoz ez szükséges, az mindig ott volt, és akkor, amikor kellett a helyén. Én így tudtam erőt adni másoknak, és magamnak, és a koncertjeinknek, a közönségünknek, mint hogy ez ma este is nagyon szépen nyilvánvalóvá vált, hiszen a végén még akik ültek, azok is felálltak, és úgy tapsoltak. Ez az év mennyire a számvetés éve? Hát mégiscsak a zenekar vezetője kétszer annyi idős, mint az együttes. Tulajdonképpen úgy is vehetjük, hogy mindig az ember egyfajta számvetésben van, de volt ez a 25 éves, negyed évszázados évforduló, akkor volt egy ilyen komolyabb elgondolkodni való évforduló. Gyakorlatilag mindig figyelni kell az embernek a munkáját, és az a fajta jó dolog, ami a díjakat jelenti. Tehát nem csak az igazi közönség szeretetére, itt a szakmai közönség elismerésére gondolok. Tehát, hogy nagyon sok díjat elértünk, nagyon sok szeretetet kaptunk, és sokszor kérdezik, hogy mi lesz ezután, és azt hiszem, hogy ha eddig tudtunk valamit megoldani, ezután is fogunk, de a legfontosabb megtartani tudni ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha a díjunknak megfelelő, a közönség szeretetének megfelelő zenét játszunk, és akkor még sokáig lesz kinek zenélnünk, akkor mondhatom az, hogy sikeres a munkánk. Ha nem is paradigmaváltás, de azért volt egy nyitás, amikor egy széles közönségnek megnyílt a népzene, illetve hát a könnyű zene megnépiessé vált. Ezt akkor kevésbé fogadták el, de manapság azért egyre több olyan együttes van, akit mondhatjuk azt, hogy a Csík nyomaiban jár. Igen, mint hogy minden újdonság, rosszul is néz neki, ha nem volna nehéz pillanatai egy ilyen gondolatnak, de hál' Istennek azért nem volt ilyen mélységes elítélés a dolognak. Túl tudtunk rajta lépni olyan módon, hogy le tudtuk győzni ezeket a dolgokat olyan szinten, hogy tényleg már mondhatom, 10 év volt ez a gondolat, hogy ötvözzük a magyar népzenét a könnyű műfaj ritmusaival, hogy minél többek ismerhessék meg a népzenét. És egyfajta a magyar zenetörténet egyik fontos lépcsőfoka lett így a zenekar, mert szinte egy új korszak kezdődött a népzenének egy újfajta élete. Talán ez volt az a gondolat, hogy sokan nem jól kezeltek, mert akik az őszinte hagyományápolás útján vannak, azok is tisztességgel teszik a dolgokat, kicsit úgy érezték, hogy rosszat teszünk. Akik viszont úgy gondolták, hogy a változó világunkban az értékeinket meg tudjuk, ha így és jó minőségben őrizni, hát akkor menjen. És így ment ez a szekér. Én úgy hiszem, hogy azok a zenekarok, akik most már ezt a fajta muzsikát választották, ezt azért mondom így, hogy ezt a fajta, mert ezt a fajta jellegű stílusú zenét nem nagyon tudták sokan utánozni. Kicsit a maguk útját választották, népdalokat alkalmaznak, latin ritmusokkal, vagy a könnyű zene ritmusaival ötvezik, jól vagy rosszul, de azt hiszem, hogy egy olyan bátorítást adtunk, és olyan lehetőséget a népzenei
dallamoknak, ami még több embernek ad lehetőséget, hogy megszeresse ezeket a dalokat. Sok zenekar koncertjén az ember várja a taps után a ráadás számot, tehát azt hiszem, a Csíkzenekarnál ezt nem nagyon kell várni, mármint, hogy mi lesz az a szám. Ráadásul, ugye most mondjuk pontosan, nemrég fel is dolgozták, májusban volt a bemutatója egy dokumentumfilmnek, hogy hogy is született. Megvan a receptje, a titka ennek a dalnak, hisz sok hasonló dal született ugye a Csík feldolgozásában, de ez mégis egy különleges volt. Tulajdonképpen az a kis titok, ami ilyenkor mindig úgymond mondjuk már meg, mi ennek a titka. Sokszor ezek szavakkal nem is nagyon fogalmazhatók, mégis nem is hiszem, hogy jó definíciót lehet erre találni, mert az a dal, amit a kis Tibi írt a Krimi zenekar részéről, egy nagyon fontos életút, nehéz pillanatában született, és tulajdonképpen az a fontos, amit el tudunk engedni, a szeretet. Mi akkor szeretünk nagyon valamit, ha el is tudjuk engedni. És ez a fajta emberi érzés jó erőt kapott az akusztikus népzenei hangszerekkel, a vonós hangszerekkel, mert ezek a hangszerek viszont nagyon sok generációt a falvakban, a mulatságok, a szomorúságok pillanatok közepette legjobb erővel és a legszebben tudták kiszolgálni. Így valahogy egy ilyen érdekes megérintése volt az embereknek. Könnyű műfaj, meg ez a népzene igazi szépség és ereje összeredményez tulajdonképpen. Tulajdonképpen ez a titka, hogy mi tisztelettel, alázattal megtanultuk a falusi zenét, hogyan kell játszani, és tisztelettel fogadtuk, szeretettel az alternatív rock dallamot, és tényleg őszinte, jó szívvel muzsikáljuk el, és ezt megérzi a közönség.